Ez most jó arány, tehát 50 pillangóval kezdenek. A világcsúcsnál 26-29-et mér Tamás. Sokkal gyorsabban kezd nála egyébként Yaroshchuk, aki főként pillangózó. 26-29-et mér Tamás, és 27-28-a délelőtt. Yaroshchuk hallatlan erős első 50-nel kezd. Testhosszal vezet Darnyi előtt, aki vagy negyediknek fordul. 27-06, igen lassú volt az első 50. És most a hát jön, itt kellene följönni, javítani. Yaroshchuk még mindig vagy 3/4 testhosszal vezet Darnyi előtt. Darnyi most már második helyen. De Yaroshchuk előnye igen tetemes. Nagyon-nagyon tetemes előnye, ez nem tudom mi lesz. 58-25-tel fordul délelőtt Darnyi, 56-99 a világcsúcs részidő. Messze belül a világcsúcson fordul Yaroshchuk, Darnyinak most a mell 50-en kell valamit hoznia, mert 3/4-hoz hátrányban van, és nagyon erősen úszik Darnyi túlsó oldalán, Patrick Kühl is. A mellúszásban alig-alig csökken ugyan Yaroshchuk előnye, jó féltesthoz talán több is, annál Tamás azonban nagyon erőteljesen úszik, Kühl tart vele, Yaroshchuk valamit lassult, és a falhoz érkezve szinte majd teljesen együtt, de egy jó karcsapásnyival még mindig Yaroshchuk vezet. Most a forduló, és szinte egyszerre hárman, már Yaroshchukot elsőnek láttam fordulni, még mindig világcsúcs részidőn belül. Tamáskám, ezen a gyorson kell, még 30 méter van hátra, Darnyinak vagy két karcsapás előnye van, és ez az előny egyre növekszik, 3/4 testhossz már, sőt testhossz nem lehet megverni. Darnyi olimpiai aranyérmes, biztosan mondhatom, 8 méterrel a beérkezés előtt, egy testhossz előnnyel, és benn van, és világcsúccsal, 2:17 századdal első és második aranyérmét szerzi Darnyi Tamás.